A budapesti közösségi közlekedés története 1832-ben kezdődött, amikor Párizs után Pesten is megjelent az első omnibusz. 1866-ban pedig jött a lóvasút, amely már tömegszállítási igényeket is képes volt kielégíteni. Az első gőzüzemű helyi érdekű vasúton 1887-ben indult meg a forgalom, ezzel párhuzamosan elkezdődött a villamos vasút karrierje is. 1896-ban adták át Európa első villamos motorkocsikkal működő földalatti vasútját. 1900-ban pedig megszületett Budapest villamos vasúti hálózata. 1915-ben megindult az első autóbuszjárat is, az azóta eltelt 100 évben hatalmas fejlesztések történtek. A jelenlegi helyzet érzékeltetésére csak egy adat, a BKV járatai évente 1,4 milliárd utast szállítanak. Lássuk, hogyan dolgozik a fővárosi közösségi közlekedés forgalmi asszisztense. Kevesebb, mint egy éve vagyok a szakmában. Mindig is nagyon érdekelt a tömegközlekedés, maga a közlekedés megszervezése, hogy hogyan történik a mindennapi szervezés, illetve a forgalmi irányítás. Kiskorom óta érdekelnek az autóbuszok, villamosok, tehát ez tényleg egy gyerekkori álmom volt. Azt szeretem ebben a munkában, hogy nincs két egyforma hétköznap. Hirtelen szituációk vannak, és azokra különböző féleképpen kell reagálni. A forgalmi asszisztens a fődiszpécserrel együttműködve az utasítások előírásainak betartásával szervezi és irányítja a közösségi közlekedést a felügyeletére bízott területen. Egy-egy forgalmi asszisztenshez átlagosan 10-15 vonal tartozik. Ha valakinek problémásabb járatok jutnak, akkor kevesebbre kell figyelnie. A forgalmi asszisztensnek akkor van tennivalója, ha az általa ellenőrzött vonalakon eltérés mutatkozik a menetrendtől. Ez alapvetően 4 okból következhet be: baleset, műszaki meghibásodás, forgalmi torlódás, illetve ha kevesebb járművezető kezdi meg a műszakot. Ekkor gondoskodik a tartalék bevetéséről, ugyanis mindig van készenlétben tartalékos vezető járművel együtt. Baleset, műszaki vagy forgalmi okból keletkezett késés esetén tájékoztatást kér a járművezetőtől, és az információk alapján a kialakult helyzethez igazítja a menetrendet, ezen belül is az indulási és követési időket. Minden menetrendtől való eltérést adminisztrálnia kell. Azokon a busz és troli vonalakon, ahol már működik a futár, forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer, ezeket a műveleteket egy számítógépes szoftverrel kezeli, kiadott utasításai a járművezető előtt elhelyezett érintőképernyős monitoron jelennek meg. A villamos vonalak esetében, ahol nincs futár, az irodájába bekötött térfigyelő kamerák képeit nézi, illetve folyamatosan rádión keresztül kapcsolatban van a villamos vezetőkkel, mert pontos helyzetükről csak tőlük tud információt szerezni. A forgalmi asszisztens többféle eszközzel dolgozik, ezek között legfontosabb a számítógépe a különböző kereskedelmi forgalomban nem kapható, forgalomszervezéshez kifejlesztett szoftverekkel. Munkáját a futár forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszerben végzi. Eszközparkjában ott vannak még a rendszerbe integrált GPS-es nyomkövetők és a kerékfordulás mérők is. Használja a térfigyelő kamerákat is, és a legkülönbözőbb telekommunikációs eszközöket. A futáreszköz egy átfogó informatikai rendszer, melynek több területe van, tehát többek között nem csak a menetirányító diszpécserek foglalkoznak vele, hanem kint az utcákon a közterületi futárkijelzők is ezen projekt keretében kerültek kihelyezésre. Ez tényleg nagyban megkönnyíti a munkánkat. Látjuk azt, hogy melyik járműnek mekkora késése van, ezáltal könnyebben bele tudunk nyúlni, úgymond a járművek követésébe. A forgalmi asszisztens szakmai tudással, tapasztalattal felvértezve képes elvégezni a rábízott feladatokat, megszervezni, hogy a felügyelete alatt dolgozó járművezetők menetrendet betartva közlekedjenek. Munkáját felelősségtudattal és nagy figyelemmel végzi. Kitartásra, önállóságra, pontosságra, jó rendszerező és helyzetfelismerő képességre van szüksége. Fontos az is, hogy döntésképes és határozott legyen. Képes a konfliktusokat megoldani, intézkedéseit el tudja fogadtatni az érintettekkel, kezelni tudja a stressz helyzeteket. Rendelkezik a munkavégzéséhez szükséges digitális ismeretekkel. Ahhoz, hogy valaki ebben a szakmában megállja a helyét, elsősorban türelem kell. Kitartás, igényes legyen önmagával szembe, folyamatosan igénye legyen arra, hogy képezni kell magát, gyors döntési képességgel kell, hogy rendelkezzen az illető. A másik dolog, hogy a beosztásból adódóan, hogy folyamatos munkarendbe kell dolgozni, tehát ehhez viszont egy olyan életvitelt kell kialakítani az illetőnek, hogy a pihenést, a szabadidőt össze tudja hangolni. Információs rendszerben jelentéstételi kötelezettsége van a fődiszpécsernek, ugyanúgy a BKK sajtóügyelete felé, a BKK info felé, akik ugye tovább
adják a médiumokon keresztül a tájékoztatást. A forgalmi asszisztens zárt térben dolgozik, munkavégzésének helyszíne a forgalomirányító központ. Feladatait több műszakos munkarendben, napi 8 órában végzi, de akár 24 órás szolgálat is előfordulhat. Főként pszichés igénybevétellel járó, tartós ülőmunkát végez. A számítógépes munka igénybe veheti a szemet, az ülőmunka nyak és hátfájást okozhat. A dolgozók irányítása, az állandó készenlét, az azonnal megoldandó helyzetek figyelemösszpontosítást, felelősségvállalást igényelnek. Döntően kommunikációs jellegű munkatevékenységet folytat, ami épp hallási funkciót és megfelelő beszédkészséget feltételez. A munkakör átszervezésével, sérülés specifikus módosításával, speciális eszközök beszerzésével, mozgás, látás és hallássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok egy részének elvégzése. Akit mindig is vonzottak a villamosok, a vonatok, az autóbuszok és forgalmi asszisztens szeretne lenni, annak a közúti közlekedés üzembiteli ellátó szakképzésre kell jelentkeznie. A szakképes és megszerzéséhez sikeres érettségi vizsga szükséges, és egészségügyi alkalmassági követelményeknek is meg kell felelni. A képzés szakközépiskolában és felnőtt képzésben tanfolyami keretek között egyaránt elvégezhető. A hallgatók a képzés során többek között közlekedési logisztikát, gépjármű üzemeltetést, közlekedésgazdasági és jogi ismereteket tanulnak. A képzés végeztével szakképesítést szereznek, amellyel nagyon sok munkakört lehet ellátni. A forgalmi asszisztensen kívül például fuvarozási ügyintézői vagy gépjármű diszpécser munkakört is. A statisztikai adatok szerint a forgalmi asszisztens szakmában bruttó keresetként 260 és 320 ezer forint havi fizetéssel lehet számolni. Ez azonban változhat attól függően, hogy a dolgozó milyen életkorú, mely régióban, megyében lakik, valamint hogy a munkáltató esetében állami vagy magáncégről beszélünk-e. Ezzel a végzettséggel városi közlekedési vállalatoknál, hajózási cégeknél és a vasútnál egyaránt el lehet helyezkedni. 40 éve dolgozom a metró. Ami vonzott, mondjuk a bátyám a metrónál dolgozott, ő ajánlotta, és forgalmi területén kezdtem a metrónál, mint mozgólépcső felhőzár ügyetes, szaktanfolyamok útján forgalmi ügyetes, állomási diszpécser, forgalmi szolgáltevő, központi operátor, forgalmi vonalbiztos, majd volt lehetőség, hogy központi diszpécsernek jöttem át. A sikert az jelenti számomra, hogy valamit jól megold az ember. Azoknak az embereknek, leendő kollégáimnak ajánlom a szakmát, akik türelmesek, önmagukkal szemben igényesek, tudás égségük van, és a alázattal tudnak lenni a munka iránt. A foglalkozásról további információ található a Nemzeti Pályorientációs Portálon. Készült az Európai Unió támogatásával, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megbízásából.